A Diós Berényi napraforgó óvoda műsora köszöntötte a Berény nevű községek találkozójára összeseregett delegációkat, akik 1996 óta minden évben máshol tartják összejövetelüket, idén a Tolna megyei település volt a vendéglátó. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye kettes számú választókerületének országgyűlési képviselője remek közösségformáló eseménynek tartja a több mint két évtizede zajló rendezvényt. Jó látni azt, hogy a járvány elültével most már újra meg lehet szervezni a falunapokat, fesztiválokat, találkozókat, így például a Berény találkozót is. Diós Berény most a házigazda. Az országból 12 helyről jöttek még berények, berényiek, és az ország minden tájáról egyébként, Nyugat-Magyarország, Somogy, illetve Észak-Kelet-Magyarországról, és egy napot együtt töltenek el. Ezek között vannak nagy települések és kisebbek egyaránt. A legkisebbről akár az egész falu eljöhetett volna, ez Iklan-Berény, hiszen 40-en lakják azt a települést, 80 itt is vannak közülük. Az összejövetel célja egy jó hangulatban közösen eltöltött nap, ahol megmutathatják egymásnak településeik értékeit. Ezek a találkozások arra is rámutatnak a házigazdák számára, hogy településük a fejlődés útján jó irányba halad-e. A turistaként érkezett vendégek visszajelzései sok mindent elárulnak. Ilyenkor mindig az a furcsa, hogy amikor tényleg nagyon messziről is jöttek, több száz kilométerről is jöttek ide emberek, és mindenki el van ájul ettől a környéktől, tehát ettől a Tolna megye, Tolnai hegy hát, tehát az a dombság, azért ez sok embert megfog, és mi ezt itt helyben meg nem érezzük, tehát nekünk ez tök természetes, hogy itt szép dombok vannak, erdők vannak, jó a szép levegő. Igazából ilyenkor ébredünk rá, hogy amikor mások mondják ugyanezt, hogy ez egy jó hely, és akkor ilyenkor egy kicsit azért lelkesedünk, hogy hát akkor van is valami lehetőség benne. Az 1996-ban életre hívott Berény nevű települések találkozója a jövőben is folytatódik tovább. A szervezés feladatát Diós Berény alpolgármestere át is adta a vándorzászlóval együtt Vörös Berény alpolgármesterének.